Köszönöm szépen, és örülök, hogy ilyen szép számmal összejöttünk. Erről beszélt arról, hogy az elmúlt években hogyan történt ez a folyamat, és egyáltalán hogyan jutottunk el odáig, hogy azt gondoltuk, hogy kell egy olyan civil testület, ami talán más szemlélettel áll magához a problémához. Egy kicsit azt éreztük az elmúlt években, hogy az addiktológia, vagy a drogügy, vagy egyáltalán ezzel a problémával a foglalkozás, ez egy kicsit így elhanyagolódott, vagy háttérbe szorult. Ennek számos jelét tapasztaltuk, nem csak az anyagiakban, pályázati rendszereknek a változásában, utólag finanszírozott, előfinanszírozású pályázatokban, abban, hogy éveken keresztül a hivatalos KKB-ban, tehát nem egy civil megalakuló rendszerben, de mégis a hivatalos KKB-ban civilként ültünk, és számos olyan élményünk volt, hogy elhangzott valami probléma, feltettünk egy kérdést, kaptunk egy választ, amiről néhány órán belül, vagy ott helyben, vagy másnap kiderült, hogy nem teljesen fedi a valóságot, majd negyed évet vártunk arra, hogy a kérdésünket újra feltehessük, és ez így ment éveken keresztül, egyre frusztráltabban voltunk ebben a rendszerben, és akkor persze felvetődik a kérdés, hogy akkor mi most tulajdonképpen a hivatalos, a felkent drogpolitikai rendszerek ellen alakulunk-e. És hát mi azt mondjuk, hogy nem. Tehát azt mondjuk, hogy mindenképpen egy együttműködést szeretnénk, viszont hallatni szeretnénk a hangunkat, és hát óhatatlanul ellentétek lesznek. Tehát nyilván lesznek olyan helyzetek, amikor mi egy kérdésre adunk egy választ, és ez a válasz, ez a mi szempontunk alapján jó lesz, de esetleg a hivatalos álláspont szerint ez nem lesz jó válasz. Ez egy ellentét lehet. Sőt, azt gondoljuk egyébként, hogy akár így rendszeren belül is lehetnek ellentéteink, hiszen nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokféle rendszert mondhatni, szakmaterületet képviselünk. Majd Ambrózai Enikó fog beszélni arról, hogy az egész testület az egyébként hogyan működne, hogyan érkezhetnének hozzá kérdések, az ombudsman hogyan vonódik be a munkába, egyáltalán azokkal a kész válaszokkal, amik megszületnek ebben a folyamatban, azokkal a válaszokkal mit kezdünk. Ezek szintén úgy gondolom, hogy ebben a folyamatban fognak így létrejönni. Valahol néha azt látjuk, és ezek így nem szép mondatok, a múltkor pont a norvég pályázati aktuális ügyeim borultam egy picit ki, és így azt éreztem, hogy az ilyen irigység, szűklátókörűség, közöny az, ami aktuálisan a lakosságot, meg akár a szakmánknak egy részét is jellemzi, és akkor így, mint alapvetően terapeuta vagy segítő, sokszor mondjuk, hangzik el előadásokon, hogy nem motivált klienseket keresünk, hanem a motiválatlan klienseket próbáljuk még kicsit fölrázni, valamit adni nekik. És akkor, ha elkezdünk elgondolkodni a motivációs interjún, amiben ilyenek vannak, mint az empátia, a diszkrepanciák, tehát az ellentmondásoknak a megtalálása, valahol a vitatkozásról való gondolkodás, a vitatkozás elkerülése, az ellenállással való foglalkozás, illetve az önhatékonyságnak, az önerőnek az erősítése, akkor ha ezt végig gondoljuk, akkor szinte ugyanezt szeretnénk mi is csinálni. Tehát mindenképpen empatikusak akarunk lenni a kormányzattal, látván az ő nehéz helyzetüket, azt mondjuk, hogy vannak válaszaink, és ezeket így szeretnénk, hogyha meghallanák. Próbálnánk ezeket az belső ellentmondásokat valahol feloldani, hogy részben értjük is, hogy bizonyos válaszokra miért azt a választ adják. Sokkal rosszabbul viseljük, ha semmilyen választ nem kapunk. De hogy próbáljunk ebbe előrébb jutni, az ellenállással foglalkozni, és hát ez az önerő. Tehát hogy az, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a saját kezünkbe kell venni a sorsunk irányítását, és minket is terhel a felelősség, ezt sokszor mondjuk klienseinknek is. Ne azt gondolja, hogy majd a szájába repül a sült galamb, hanem hogy őnek igenis van felelőssége abban, hogy mit tesz, és hogy miért múlnak el évek. És azt gondoljuk, hogy ez a felelősség, ez nyomaszt minket, és valahol ez egy ilyen alapkoncepciója lehet ennek az egész folyamatnak. Az, hogy egy másfajta perspektívát akarunk adni ezzel. Tehát azt reméljük, hogy azok a szervezetek, akik hozzánk fordulnak, amikor olyan mintázatok vagy problémák jelennek meg, amik egyébként évek óta a többség elszenvedője egy ilyen folyamatnak, akkor azt gondoljuk, hogy talán majd a válaszunkkal, hogyha ennek hangot tudunk adni, talán egy picit a változásnak a reménye is jön. Aztán, hogy ez egy szárnypróbálgatás. Tehát nem tudjuk, hogy mondjuk ezzel a folyamattal, az, hogy ma itt megalakulunk,
ezzel pontosan mit váltunk ki, lesznek-e ránk emberek, akik dühösek lesznek, vagy mi jön erre válaszul, tudjuk-e jól kommunikálni azt, hogy pontosabban mit akarunk, de számunkra nagyon fontos az a folyamat, amely tulajdonképpen így megalkotódik. Tehát nem feltétlen vannak előre kitalált, van egy előre kitalált menetrend, de valószínűleg ez változik. Egy kis toleranciát nyilván majd kérünk tőletek is, hogy ebben a folyamatban hogyan fogunk működni. Múltkor egy gyermekvédelmi rendszerben, meg beteg gyerekek kapcsán, hogy hogyan mit csinálunk, arról beszéltünk, és mondta az egyik kollega, aki egyébként gyakorló orvos, de bohóc doktorként is szokott működni, hogy néha előfordul az egy-egy újdonsült kollégával, hogy bemegy, ott tölti az estét a gyerekek között, olvas nekik mesét, és a gyerek meg ezt rosszul veszi, mert nem jól reagál. És azt mondja, hogy azon kell dolgozni ez a kollega, akkor ezt a helyzetet hogyan éli meg. Tehát ő úgy beleteszi magát ebbe a helyzetbe, és nem feltétlenül azt kapja vissza, amit vár. És én azt mondom, hogy erre egy kicsit mi is felkészülünk. Tehát, hogy mi alapvetően egy ilyen tisztességes és jó szándékkal indulunk ebbe a folyamatba. Azt gondolom, hogy egyébként ez egy nagyon fontos, hogy a mi céljaink, meg az eszközeink is tisztességesek. És arra is felkészülünk, hogy egy-egy dolog talán nem úgy fog elsülni. Vagy olyan visszajelzést kapunk, hogy akkor most szerveztünk egy újabb brigádot, bizottságot, grémiumot, és ez nem működik. De hogy nagyon fontos lenne számunkra az a folyamatos visszajelzés, meg az a folyamatos konszenzus teremtési folyamat, amiben kimunkálódhatnak jó megoldások. Egy picit így játszottam a szavakkal, hogy itt van a négy ernyő, ez a négy nyerő, vagy erő, vagy pontosabban, hogy is lesz ez a négy szervezet, meg hát nyilván mindazok a szervezetek, akik ebbe a folyamatban még benne lesznek. Az, hogy egy bizottság munkáját mennyiben határozza meg egy szervezetnek a dolgozója, az azt gondolom, hogy az szintén majd a szekciók, vagy egyes területek koordinátorai, vagy felelősei lesznek, akik ebben ott tudnak lenni, figyelni, jelezni az elnökség felé, jelezni a tanácsadó testület felé, hogy mi a helyzet, hogy mik az objektív tényezők, és hogy mik azok a körülmények, amiket még mindenképpen figyelembe kell venni. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ez inkább egy érdekképviselet, inkább egy szellemi műhely, nem feltétlenül egy hitvallás, egy munka, amire így meghívunk benneteket, hogy közösen gondolkodjunk. Ebben nyilván fontos a hálózatosság, fontos a társadalmi bizalom, a társadalmi részvétel, és azt mondom, hogy én itt ahogy kezdtem, hogy van, hogy vannak olyan tulajdonságok, olyan jelenségek, amik így nem jók, azt mondom, hogy három újat hoznék inkább bele. Azt mondom, hogy nagyon fontos a humanizmus, az, hogy egy olyan szellemben gondolkodjunk, amiben a humanista megközelítésnek alapvető szerepe van, az, hogy hogyan tudunk kreatívak lenni, tehát bizonyos helyzetben tudunk-e jól kommunikálni, megtaláljuk-e azokat a megfelelő módokat, ami a megoldás felé visz, és a szolidaritás, hogy tudunk-e egymásra figyelni. Nem feltétlen azzal van probléma, akinek a háza ég, hanem a probléma sok minden mással van. Vannak konkrét problémák, amik egyes szervezeteket érintenek, de látjuk azt, hogy csak két lépéssel tovább fog ez másokat is érinteni. Ha egy szervezet bedől, akkor bedőlhet három másik is. Tud-e a három másik már gondolni arra, hogy azt az egyet segítse, hogy ez ne történjen meg. Tehát az én fejemben magának ennek a KCKT-nak a koncepciója az valami ilyesmi lenne, és ebben a munkában szeretném, hogyha közösen vennénk részt. Köszönöm, röviden ennyi.